Tisztelettel köszöntöm Ferenczi Attila urat, akit én a MSTT színeiben ismertem meg, és a Játékelméleti Bizottság elnöke, de amellett nem utolsó sorban egy kiváló futballszakemberről van szó, akivel olyan terveink vannak, hogy rendszertani munkát csinálunk a sportba, és nyilván ez nagyon jó hasznosítható az élet más területén, például a tudásmenedzsmentben is, és a legutóbbi konferenciánk, ami október 20-án volt, ott a professzorasszony is, és el is előadtál nagy sikerrel, és hát reméljük, hogy ez a mostani is egy ilyen hasonló magas gondolatot fog tartani. Nagy tisztelettel köszöntenék mindenkit, most nem állok föl, mert Levény Gyurgát hozunk, kattintasszon. Értelemszerűen az előadás az nem a címmel kezdődik, hanem egy percet gyászmenettel kéne kezdeni, mert ilyen hagyományokról van szó, és a magyar focit kéne gyászolni már 40 éve folyamatosan. De hát a címmel is megbarátkozunk, ezt a címet adtam neki, hogy siker, hagyomány, tudásmenedzsment, avagy hogyan szervezi a sportot, a józan paraszti ész. Körülbelül ilyen találó címet próbáltam adni. Igyekszem nem sok labdarúgást belevinni, meg sportot, de a demonstráció kedvéért kell néha. Na, hát kiinduló kérdések. Más-e a sportvilága, mint a polgári életvilága? Szakembernek kell lennünk ahhoz, hogy megértsük a sportág belső működését. Más speciális gondolkodásunkat igényel a sport. A sportozó értés csak kiváltságosak adománya, vagy tanulható. Ugye a sportszakemberek azok zseniálisan csinálják, mert olyan játékelméleteket vagy modelleket alkotnak meg, amivel gyakorlatilag szegmentálják a piacot, azt hiszik csak ők olyan fogalomrendszerrel dolgoznak, amivel elvontá teszik a sportot, és ahhoz földi halandó nem értek. Tehát a futballszakember az úgy magyaráz, hogy a szurkoló nem érti, a sakkozókról nem beszélünk meg okosak, de például a vívó szakemberek, vagy egyéb szakemberek ilyenekről beszélnek. Most ahogy a Péter említette már, még próbálunk egy olyan holisztikus, rendszerelvű, megközelítésű játékmodellt megalkotni, vagy játékelméletet, amely minden sportra adaptálható, de nem csak, hogy minden sportra adaptálható, hanem a címben feltett józan paraszti észt használja. Tehát olyan fogalomrendszerre próbálunk dolgozni, amivel a hétköznapi ember is elboldogul az életben. Tehát ha úgy tetszik, a kérdés maga az költői volt, mert pont azon működünk, hogy ne legyen kiváltságosabb tudomány. Most ezt a magas gondolatokat mindig föl szoktam tenni, mert igazából ez a tanmese a gondolkodásmódra, ez azt mutatja, hogy az élet bármely területén gyakorlatilag ugyanúgy működnek a törvényszerűség. Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat. Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg tetteidet. Ügyelj tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat. Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemet. Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat. A lényeg az első és az utolsó sor között van, ha változik a gondolkodásmód, változik a sorsunk is. Shakespeare is mondta, hogy nincs jó és rossz, a gondolatunk teszi azzá. Ilyen egyszerű a sportban is, és ilyen egyszerű a polgári életben is. Hát milyen gondolkodásmódok vannak filozófiai értelemben? Filozófiai értelemben két típusú gondolkodásmód van. Az egyik a szintetizáló gondolkodásmód, a másik az analizáló gondolkodásmód. Van, ahol úgy mondják, hogy induktív, meg deduktív gondolkodásmód, van, ahol meg úgy, hogy tudományos és tudománytalan. A lényeg az, hogy két típus van filozófiai értelemben. Ha a környező világot egy körnek ábrázoljuk, és az egyes vizsgált területeket körcikekkel tekintjük, akkor itt van a fizika, a biológia, a földrajztudomány, az irodalom, az orvostudomány, stb. Különböző területek vannak, és az adott tudományák művelői, azok mit csinálnak, elkezdenek minden mélyebben kutatni azon a területen belül. Egyre mélyebben mennek már be a részletekbe, és gyakorlatilag az a egyszerű magyar tanítás lépik be, hogy nem látják a végén a fától az erdőt. Ugye az emberek is elkezdték felszabdalni a középkor környékén, most már egész a sejteken belül tartunk, először szervek voltak, aztán vagy szervrendszerek, szervek, sejtek, sejteken belül már nem is tudom, hogy hol járunk. És az orvostudomány még mindig nem találja az egésznek az eszenciáját.
De most ebben nem is ez a lényeg, hanem a lényeg az az, hogy minden tudományterület kitalál olyan fogalomrendszert és olyan modellt alkot meg, hogy az egyes tudományágok nem tudnak egymással kommunikálni. Nyilvánvaló, hogy a meta-elméletek, vagy interdisziplinális elméleteket azt arra találták ki, hogy azzal kísérleteznek, hogy próbálnak a tudományok fölötti elméletet létrehozni, amivel elérhető, hogy a labdarúgóedző tudjon beszélni a sakkozóval, a sakkozó az orvossal, az orvos a földrajztanárral. Na most az analizáló gondolkodásmód az rém egyszerűen működik, ahogy mondtam, a kör széléről indulunk, és egyre mélységbe megyünk a kör belseje felé. Ezzel szemben ugye van a szintetizáló gondolkodásmód, amely azt az egyszerű megoldást választja, hogy veszek egy általános elméletet, és azt ráültetem az egyes területekre. Ilyen általános elmélet, például a rendszer elmélet, ezek ilyen interdisziplinális elméletek, mert minden területen igaz. Hiszen a pénzügyi folyamat, a technológiai folyamat, a labdarúgásban a játékhelyzetváltozás folyamata, a politikai folyamatok, a gazdasági folyamatok mind ugyanolyan elven működnek. És most jön a bemutató része a dolognak, hogy Ferenczi Attila vagyok, és hogy milyen szellemi potenciált képvisel a rendszerelmélet. Hirtelen föl van írva a 8 darab könyv, ez több mint 3000 oldal publikáció A4-es méretben, szakújság, hogy 500 cikket írtam, oktató DVD, oktatójáték, focisak, ugye, Péter még nem ismeri, és előkészületben van még 13 darab művem, nem is fért oda alulra. Most itt nem is arról van szó, hogy én milyen okos gyerek vagyok, hanem arról van szó, hogy van egy interdisziplinális elmélet, amelyet bármilyen területre, konkrétan labdarúgásról gondolkozom, a labdarúgás bármely területére rá tudom ültetni. Tehát pillanatokat azt mondja valaki, hogy mondjuk egy példát, prevenció, nem vagyok orvos, biztos, hogy 3 hónapon belül tudnék produkálni egy olyan könyvet, ami rendszerelve és a prevencióval foglalkozik. Írtam ilyen könyvet is, hogy a kapus, mint csapatjátékos. Nem is vagyok kapus, az életben állok kapuba. Mégis a működési rendszerét, a gondolkodását, hogy a kapusnak kéne gondolkozni, az a folyamatmodellből levezethető. Na most, térjük vissza a gondolkodásmódokra. Nagyon lényeges a gondolkodásmódoknál, hogy megkülönböztessük, hogy mi a különbség a funkciója az analizáló gondolkodásmódnak és a szintetizáló gondolkodásmódnak. Az analizáló gondolkodásmód az leír és megismertet valamit. A szintetizáló gondolkodásmód funkció, hogy üzemeltetek, alkotok, működésbe hozott. Mindig a gépkocsit szoktam mintapéldának hozni. Ha analizálva adja a vizsgálom a gépkocsit, hogy miből áll, ugye akkor azt mondom már 1000 kg vasból, 50 kg műanyag, 40 kg alumíniumból. Hazudtam? Nem hazudtam, mert igazat mondtam, mert abból áll. Ellenben ha funkcionálisan vizsgálom, vagyis szintetizálva adja, akkor azt mondom, van egy erőforrás, egy futómőrendszer, kipufogórendszer, gyújtórendszer, karosszéria rendszer, vagy szerkezeti rendszer, stb. Az egyikből össze lehet rakni a gépkocsit, mert funkcionálisan vizsgálom, ez alkotó elem, a másikban alkotó részről beszélek, amiből nem tudok az életből össze rakni a gépkocsit. A vizsgálatok kiinduló kérdése szintén szinkronban a funkcióban. Az analizáló gondolkodásnak azt mondja, hogy miből áll, mit látok. Tehát nem az eszmét vizsgálom, hanem amit látok. A szintetizáló gondolkodásmódnak az a kiinduló kérdése, hogy mire használható. Miért azt látom. Tehát az egyik az eszmét keresi, a másik a mozgást keresi, amit lát. Van ideje, hogy Görögsejt, azt nem is tudom, melyik könyvben olvastam, hogy ami a megismerésben előnyös, vagyis az analizáló gondolkodás, az az alkotásban károssá válhat, vagyis a szintetizáló gondolkodás. Na most ennek mint a példája lesz a magyar labdarúgás. Tudnék, 11 ember összműködését kéne összehangolni, és miután ezt nem tudták megoldani az edzők könnyen, ezért amikor elkezdték vizsgálni a labdarúgást analizáló aggyal, olyan kacifántos játékelmélet lett a vége, hogyha valaki például látna a Bicskei Bertalan könyvét, szakkönyvét, hát elszédülne, már az első 4 oldal láttam, mert a tartalmi jegyzék az csak 4 oldal. És egyszerűen nem is tudja akkor már az ember, hogy mit kéne oktatni. Mert összefüggés van e között, meg a között, most akkor ez is, meg amaz is, és eltéved az ember, mert ez olyan, a gépkocsinak, azt mondja, csinálj gépkocsit, és oda tökünk neked a sok alkotó elemet. Vagy csavarod is, alátéted is, tengelyed is, és mit mivel rakod össze. Na, akkor lépjünk tovább. Miért beteg a magyar futball, tippeket kéne kérnem, kinek milyen tippje van? Játék.
Az is lehet. Csak én csak kíváncsiakképpen, és itt a kérdés csak az arra vonatkozna, hogy ahány ház, annyi elképzelés. Nem labdarúgó szakembereket megkérdezhetem, miért beteg a magyar futball? Valóra is elképzelés. Én be is vallom, hogy én vagyok az az egy magyar, aki nem ért a futball. De miután a józan paraszti észről van szó, ezért valami ötletnek kéne lenni. Azért vagyok én kivétel. De azért valami ötletnek kell lenni. Mert itt nem is arról, tehát most itt nem arról van szó, hogy én bárkit vizsgáztatom, hanem oda akarok kilukadni, hogy általában a laikusnak vélt szakembereknek jobb meglátásai vannak, mint a hivatalos szakembereknek. Egeri doktor írt az egyik könyvében, hogy a tudomány örök ellentmondása az, hogy mindig az outsiderek, a határ területeken kívül érkezők oldják meg a problémát. Pontosan azért, mert az aktuális tudás nem zavarja a gondolkodásokat. Tehát miért beteg a magyar futball? Azért beteg a magyar futball, mert azt mondták róla, hogy profi. Például ez. Megkérdeztetem ön is, hogy van-e valami ötlete? Hát, amennyire mondhatom, nincs teljesítménykényszer. Nem hozzák valószínűleg tudatosan olyan helyzetbe az élő magyar labdarúgókat, hogy kénytelenek legyenek egyrészt az adott pillanatbeli teljesítmény maximumokat nyújtani, másrészt pedig ezt a maximumot folyamatosan növelni. Hát akkor mi fenszesen váljunk át az ember? Hát amikor a Puskásék fotballoztak, akkor én szerintem a teljesítménykényszer fogalmát nem is ismerték. Akkor azt ismerték, hogy kint a grundon lehet olyan gyerekeket találni, akiknek az életük az, hogy rúgják azt a rondlapát. Tehát az elkölcsökényszer is rendszer. Na majd most az előbb azt mondta, hogy nem ért a focihoz. 5 perc múlva ki fog derülni. Most 3 mondatban többet mondott, mint az egész magyar labdarúgótársadalom. Jó, én mondjuk 30 éve foglalkozom a rendszerelméletnek az alkalmazásaival, úgyhogy ennyi előnyöm van. Veszélyesen. De... Térjünk rá, hölgyek, mert labdarúgást láttak már? Van egy labda. Igen, és... Igen. Na, mi a ötlet? Valami ötletet muszol. Csak elég annyi, hogy a közvélemények a beszélgetés során mi jut el önhöz? Nekem van egy kis olyan következőt láttam. Régen a gyerekek úgy gondolom, hogy élvezettel fociztak, magányos játékörömért. Most nem azt látom, hogy ezért fociznak a gyerekek tessék, az edzéseken. Figyelem. Nagyon jó. Öntől is kérdezhetek valamit? Igen, nekem a 22 hónapos kislányom első mondata volt, hogy hajrá Barcelona. Igen, már jó úton van, jó úton van. És ez egyébként a magyar futballra jelent. Már jó úton van, igen. Én szerintem a politika és a média nagyon beleavatkozik a sportba, és nem tisztel a sportban most, mert én olyan értelemben nem, hogy túlságosan középpontjában van a média és a politika. Ez is nagyon jó. Fiatal embertől is kérhetem, de nem már... Körzolai mérnek hozzátok. Ajjaj! Ez itt most kizáródik. Nem baj, nem biztos. Én azt gondolom, hogy a középszerűség és az elit futball között Magyarországon nincs különbség, tehát egy közösszerű futballtudása, képessége, hozzáállása is ugyanazt elvetélt, mint egy hát mert profinak neveznek, nincs más, csak profi futball, név szerint. Tehát a profinak volt azelőtt 2 jelentése. Az egyik az, hogy pénzért csinál valaki valamit, a másik az, hogy minőségileg, professzionális módon tud valamit csinálni. Nem értek a futballhoz, ez mindenre igaz. Na most én szerintem ez a 2 tökéletesen össze lett így gyúrva, és ebből jött ki a semmi. Igen. Ki volt? Hát átérni.